18 órakor kezdtek neki a résztvevők a felolvasásnak több városban egyszerre. Idén a Vasalbert maraton az abból fog állni, mint ahogy most már mondhatni, hogy talán 2012 óta, 11 óta folyamatosan megrendezésre kerül. Annyi kisebb változtatással, hogy most már Vasalbert ideológiájához és gondolatiságához köthető íróknak a munkái is felolvashatóak lesznek. Vesztergán Miklós ötlete volt, hogy legyen Kalocsán is Vasalbert szobor. Ekkor vettek részt egy hasonló felolvasáson. Elmentünk annó Bonyhádra, és ott már ezt csinálták, tehát azért gondolom, hogy úgy talán 2011 környékén indulhatott ez el valójában, mert akkor egy ilyen programra, egy ilyen Vasalbert maratoni felolvasásra elmentünk Ettel a Miklossal, és akkor fogalmazódott meg bennünk ez, hogy talán ez Kalocsán is meg lehetne, vagy meg kellene csinálni, nem, hogy meg lehetne, meg kellene csinálni, és mellette megpróbálni azt, hogy esetlegesen egy Vasalbert szobor felállítása is megtörténjen. Azóta a szobor ott áll az 56-os emlékparkban. A maratonon pedig felolvasók és hallgatók gyűlnek össze hosszabb, rövidebb időre. Középkorú emberek szoktak leginkább részt venni. Sajnos ez is a motivációja ennek a felolvasásnak, hogy az ifjúság is azért próbáljon ebbe részt venni. Viszont sajnos ez nem nagyon szokott összejönni, tehát itt azért olyan problémáink szoktak még többek közt adódni, hogy elég hosszú ez a időintervallum, ami alatt ugye felolvasások megtörténhetnek, és ez miatt megoszlik a felolvasóknak a száma. Akár saját könyvből is lehetett előre kiválasztott részeket felolvasni.